népszerűbb a világon. Akár azt is mondhatnánk, a tojásból kikelt kis csibe napjainkra nem csak hogy felnőtt, de aranytojás tojó tyúkká változott. Vessenek meg értelet, hogy maradi vagyok, de maradok a kosárlabdánál. És most vigyázzanak, mert jégre visszük önöket. Olcsón poénkodhatnék azzal, hogy pekhes ember nem menjen a jégére, hogy a régi sláger szövege szól. Hát igen, olcsó a poén, de lehet, hogy mégis van benne valami. Mert hogy a bal szerencse kitartóan üldözi a Hoffmann óra Elek Attila jégtánc kettősünket. A törés az ő életükben nem csak a konkrét kézzel fogható lábtörést jelenti, vagy jelentheti, hanem esetleg egy pályafutás derékba törését is. Így kezdődött. És így végződött. Elek Attila 8 csavarral és egy lemezzel gazdagodott, a páros egy álommal lett szegényebb. A Kür előtt a 7. helyen álltak és jó esélyük volt az előrelépésre, az első 6 közékerülés pedig már a gálára is belépőt jelent. Nem így történt. Amikor az utolsó edzésen Attila elesett, Nóra még nem is sejtette, mekkora baj van. Ha az ember elesik egy ilyen szituációban, akkor ez az első, hogy abban a pillanatban fölpattan és megy tovább. És pont amikor ő elesett, én abban a pillanatban háttal voltam neki, úgyhogy én nem láttam, hogy elesett, rá egy fél pillanatra láttam, hogy elesett, de akkor már próbált fölállni, és csak azt láttam rajta, hogy egyszerűen próbált négy kézlábra fölállni, és egyszer csak szétterült a jégen, és nézett rám ilyen nagyon nagy fájdalommal az arcán, és mondta, hogy nem tud fölállni. Akkor már sírtam, meg hát persze nem tudtuk, hogy mi történt, csak az, hogy nagy a baj, mert hát látszott ezzel, hogy elterült is a lába, hogy ki volt egy kicsit fordulva a testéhez képest. A Nóra mondta, hogy visszanézték utána a felvételeken, és abból azt szűrték le, hogy megállt a tengén egy belső ívbe, és talán nem csúszott tovább, és mondta, hogy testem arra ment, amerre kellett volna haladnom. És két ellentétes mozgás által volt a törés. A banketten jöttek oda hozzám, és ott mesélték, hogy többször visszakockázták, hogy hogy történt az esemény, és ugye egy vendét csináltál, azt hiszem, tehát egy félfordulatot kellett csinálnia, és a félfordulat felénél egy másik ívbe beleakadt a koria, és ugye a teste, ahogy fordult tovább, a lába ugye megállt, és ezáltal elkezdett csavarodni, és ezért történt ez a spirális törés, és ugye följebb van, nem teljesen lent a bokacsonnál, és ez is amiatt van, hogy a koria azt tartotta a lábát, és ahogy ez a spirális elcsavarodás volt, úgy tört el a szárkapos csontja. A párost persze már régen tépi a balsors. Tavaly a világbajnokságon Calgaryban a bemelegítés során ütköztek egy japán kettőssel. Nóra hátát végigvágta a porcsolya éle. Akkor rövid dráma után hatalmas akaraterőről bizonyságot téve bemutatták a szabad programjukat. Tarsóban szó sem lehetett a folytatásról. A versenyen már csak nézőként lehettek ott. Tudtam, hogy kik után kéne futni, láttam, hogy lefutották, ezek is rosszat futottak, azok is rosszat futottak, mondom, hogy nem hiszem el. Milyen jó lett. Kicsit el is voltam varázsolva, de amikor ott kinültünk, nem tudom, ugye kommentárkodtam a tévébe is. Nagy szomorúságunkra most kellene azt mondani, hogy a Jégen Hoffmann Nóra és Elek Attila a sorban ugyanis itt következnének. Helyettük azonban az azerbajdzsánok. Krisztin Frézer és Igor Lukanyin a jégen. Legalább az edző ugyanaz. Ő legalább ugyanúgy végig kísérheti ezt a versenyt, mint tette volna akkor, ha ti is ott vagytok. Attila szárkapocson törése azt jelenti, hogy ebben az idényben a páros már nem léphet jégre. Pedig a junior világbajnoki ezüstérem után a 2007-es esztendő a felnőtteknél is meghozhatta volna számukra az áttörést. Ebben a szezonban elég jól alakult az idényünk. Eleve a Grand Prix sorozat elkezdődött, volt egy 5. helyünk, ami eddig soha nem volt, és az már egy komoly pozíciónak számít, a másik pedig az, hogy az Európai Bajnokságon a két hetedik helyünket tudtuk tartani a két program után. Úgyhogy ez mindenképpen szerintem egy jó előjel lett volna, de nem meglátjuk, hogy mi lesz jövőre. Mivel a vizsgaidőszak végeztével a főiskolán sincs különösebb dolguk, így mindketten elég szokatlan élethelyzetben találták magukat.
nem tudom magam mit kezdeni. Az ülés az iszonyú, nem tudok ennyit ülni. 24 órám itt van mostan, abból is fogalmam sincs, hogy mit csináljak vele. Szerintem utájára ilyen akkor volt, amikor én törtem el a lábam kb. 10 éves koromban. Úgyhogy nekem nehezebb abból a szempontból, neki abból a szempontból nehéz, hogy rajta történt a sérülés, nekem meg abból a szempontból, hogy nekem semmi bajom, de mégsem indulhatok ugye a versenyen. Pedig a páros a felkészülés során mindent megtett a siker érdekében. 3 hónapig az Egyesült Államokban készültek, méghozzá Nikolaj Morozov segítségével. Ugye az orosz edzőről mit érdemes tudni? Például azt, hogy a torinói téli olimpián aranyérmet szerző Arakava Shizuka is az ő irányítása alatt készült. A több hónapos külföldi edzőtábor az orosz edző persze nem olcsó mulatság, a költségeket pedig szinte az utolsó fillérig nekik kell állni. És ennek a feltételeit nagyon nehéz előteremteni. És sajnos ezek a lehetőségek csak úgy valósulhatnak meg, hogyha esetleg valamilyen szponzori támogatás lenne, de viszont nagyon nehezen lehet találni ezeket a szponzort. Ja, hát sajnos nem egy futballcsapat vagyunk, vagy talán most lett volna ugye lehetőségünk arra, hogy a belefektetett pénzt, amit belefektettünk nyáron, ugye visszanyerjük a versenyek során, Európa bajnokság, világbajnokság, több meghívásunk volt erre az időszakra, revükbe, show fellépésekre, tehát meghívás volt Észak-Koreába ide-oda fellépegetni, amiből hát ugye valamennyi pénzt visszakaphattunk volna, amit belefektettünk, de sajnos ez most minden. Attila csupán egy általános biztosítással rendelkezett, és hogy ez mire lesz elég, maguk sem tudják. És ha már befektetésekről beszélünk, itt sokkal többről van szó, mint a nyári edzőtábor költségei. 14 év munkája van abban a bizonyos be nem mutatott kürben. Mert ugye a történet valahogy így kezdődött. Nora 8, Attila 11 éves volt. Emlékekből erőt kell meríteni. Attila számára ugyanis hosszú és fájdalmas rehabilitációs kezelés következik áprilisig. Norának pedig egy olyan helyzettel kell megküzdenie, amelynek csak tehetetlen szemlélője lehet. Valójában egy biztosan valami oka, hogy történt, és így viszont mindenki azt mondta nekünk, hogy ott mellettem én még 2 napot, hogy nagyon jó formában voltunk, hogy nagyon jók voltunk, hogy nagyon sajnálják, hogy ez történt, de menjünk tovább, mert tehetségesek vagyunk, fiatalak vagyunk, időnk van, bírjuk ki ezt a pár hónapot, utána kezdjünk el újra dolgozni. És így mindenkiben most egy olyan érzés volt, ahogy így láttam, hogy alig várják, hogy lássák, hogy jövőre milyennek leszünk. De azt hozzá kell tudni, hogy nem az Attila az egyetlen, akinek most komoly sérülése volt. Hát, 3-4 pár volt idén, akik van egy pár, aki egy egész szezont kiadott, nem is egy 2, az izraeli táncos pár is ugyanilyen problémával. Meg egy francia táncos pár is lesérült, úgyhogy ezzel az új rendszerrel, meg ezzel a elnyújtott versennyel nagyon sokan sérültek le idén, és azt hiszem, hogy ez most nem olyan, hogy lesérült, akkor abba hagyja, és ne tanítva. Én nem hiszem, hogy ez bárki így gondolná. Nórát és Attilát elnézve nem fogják feladni. Még mindig jég, de rövid pályás gyors korcsolya. Hol tovább már?